hagyományteremtő céllal került megrendezésre településünkön az első alkalommal megtartott Sárétfest. Az egész napos programkavalkás során minden korosztálynak igyekeztek kedveskedni a szervezők. A rendezvény megnyitóján Szitó Sándor településünk polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Beszédében elmondta, a rendezvény nem a megszokott falunapot fogja idézni, hanem elsősorban a helyi és a környékbeli fiatalokat szeretnék megszólítani, és számukra kikapcsolódási lehetőséget biztosítani. Úgy döntöttünk, hogy kicsit új köntösbe kell öltöztetni a meglévő értékeinket, úgy, hogy az a fiatalok számára is érték legyen, és továbbviendő gondolatnak, továbbviendő történetnek gondolják ők is. Hát így alakult ki például a street food verseny is, aminek ugye feltétele az, hogy a hagyományos sáréti ételeket kell újra gondolni olyan formába, ami kvázi akár a fiatalnak is teljes mértékben érték és fogyasztható. És hát így az egész nap erről szól, hogy próbáljuk megcélozni a fiatalokat, próbáljunk minél többet kommunikálni velük, de természetesen nem csak a fiataloknak szól a mai nap, hisz én bízom benne, hogy mindenki megtalálja a mai nap folyamán a megfelelő szórakozási lehetőséget. Mint minden nagyobb rendezvényen, az első Sárétfesten is igyekeztek beépíteni a programkínálatba a gasztronómiát, különféle ételeket készítettek a főzőversenyre benevezett csapatok, remek hangulatban készültek az incséklandó ételek. A zsűri tagjai, valamint elnöke, a Magyarországon jól ismert és népszerű televíziós séf Kovács Lázár is meglátogatta a csapatokat. Én a környéken már jártam, de itt Bihar Nagybajonban még nem. Sokat hallottam róla. Számomra a legismertebb alapanyag innen ugye ez az egyik chili készítmény. És azt már kóstoltam, és nagyon ízlik. De most megtudtam, hogy hát itt több minden van, sokkal több minden van, mint amiről én tudtam eddig. Ilyen például a levendula, akkor a helyi tészta, ami itt készül, hogy rengeteg tojással látja el a környéket a helyi termelés, és hogy vannak olyan ételek, amik nagyon izgalmasan hangzanak már most így, hogy a főzőversenyt végigjártuk, és hát ugye nagyon sok minden látok és tapasztalok, úgyhogy nagyon jó. Itt nagyon érzem magam. Először is nagyon megtisztelő, hogy itt lehetünk. Én még nem volt alkalmam eljönni ide Bihar Nagybajomba, és nagyon nagy örömömre szolgált, hogy láttam, hogy mennyire kreatívan állnak hozzá ehhez a feladathoz. Én úgy gondolom, nagyon nehéz lesz meghozni a döntést, hogy ki volt a legjobb, mert mindenki, minden csapat a szívét, lelkét beleadta a főzésbe, és vannak olyan megoldások, ami minket is meglepett. Úgyhogy kíváncsian várjuk az értékelés, hogy megkóstolhassuk az ételeket. Az első Sárétfest részleként kiállítást nyílt Demján Ilona a festőművész alkotásaiból az AMK-ban. 54 alkotást tekintettet meg a látogatók, számos érdeklődőt vonzott ez a program is. Természet szeretetéből, abból kapom ugye az ízletet, meg ugye szeretem, nagyon természetjáró vagyok. Ezek akrillal festettem zömével, ami ki van most itt állítva. Tehát van benne vagy 15-20 darab kép, ami olaj, a többi az akrillfestés. Kollektív kiállításom vagy 40-45 volt, mióta festészettel foglalkozom. Az önálló az is majdnem ugyanennyi, 40-50. Volt nálunk füzes gyarmaton a hotelbara, ami nyitva volt, állandó kiállításom volt, csak ugye ez most úgy bezárt, és így otthon a kis mini lakásomban felgyűlt közel 300 darab festmény, mert azért évente festek 250-300 darab. Nagyon örültem, hogy itt kiállíthattam, nem is állítottam még itt ki, és ez nagyon jó lehetőség volt, hogy most itt van a Sárétfesztés ezzel kapcsolatban. Ez így tényleg ez kicsit több emberhez eljut. A rendezvényen azonban nem csak a festészet volt a középpontban, hanem a fotózás is. Egy fiatal helyi fotográfus Jenei Boldizsák kezdeményezésére fotópályázatot írt ki az önkormányzat, melynek témája Sárét volt. A legjobb képek ezen a napon kerültek díjazásra. Látva a nyertes munkákat, ugye nem sokára önök is megláthatják, én azt gondolom, hogy nagyon jól sikerült ez az első alkalom, hisz annyira jó művek születtek, és annyira sikerült megragadni azokat a pillanatok, amitől az ember szíve hatalmasabb dobban, és igen, én itthon érzem magam, egyből ezt fogja mindenki gondolni. Maga a célközönség teljesen nyitott volt. Nevezhetett gyerektől kezdve idős. Ez nem volt megszabva, annyit szeretünk volna csak, hogy minél
több megközelítéssel legyen ez az egész téma létrehozva, megörökítve. Közel 300 kép érkezett be hozzánk. Két kategória indult ugye a pályázatból, ugye egy amatőr és egy profi, ugye ebből 3-3 díjazás került sorra, illetve még két külön díjasunk volt, akit szerettünk volna díjazni. Amatőr kategóriában Olá Antónia életcímű fotója lett a legjobb, míg profi kategóriában Gombos Ferenc Este fel a legerőn című képe lett a legelső. Petendi Szabó Péter, a Budapesti Metropolitan Egyetem adjunktusa, régóta jó kapcsolatot ápol Boldizsárral, elégedett a látottakkal, sőt néhány fotó kifejezetten tetszett neki. Ő a Budapesti Metropolitan Egyetem fotográfia szakára jár, és én ott tanítok. Minden helyzetben, ahol a tehetségekkel lehet együtt dolgozni, ahol föl lehet fedezni tehetségeket, ahol a tehetségápolásról szó lehet, én ezekben a helyzetekben mindenképpen boldogan vállalok szerepet, és nagyon nagy örömet okozott, hogy a mostani fesztivál részeként megrendezett fotópályázaton nagyon sok résztvevő és nagyon jó képeket készítő résztvevők voltak. Nyilván a zsűri döntési folyamatában az első az az, hogy technikailag a kép megfelelő színvonalú legyen. Tehát fényekben, kompozícióban, expozícióban ezek mind-mind-mind fontosak voltak, és természetesen utána az ábrázolt téma volt az, ami döntött. A tájkép, ugye sárétről szóló képek azok, amiket láthatunk. Nyilvánvaló volt, hogy a természeti környezet, a tájkép, az szerepelni fog majd a pályázó képek között. De nagyon nagy örömmel vettem azt is, amikor azt láttam, hogy az itt élőkről, az itt élők hétköznapjairól egy-egy pillanat az, ami megörökítésre került, és nagyon jó érzékkel, átérző érzékkel, szeretettel ábrázolt embereket láthatunk a képeken. Közben a zsűri is meghozta döntését, miután végigkóstolták az elkészített ételeket. Két csapat végzett az élen, ők a színpadon vehették át az ajándékukat. Az első Sárét Feszten komoly témákról is esett szó, dr. Záher Gábor, toxikológus, a függőségekről és azok kezeléséről tartott előadást. Főként az alkoholizmusról, a dohányzásról és a kábítószer függőségről beszélt a megjelenteknek, de szót ejtett a manapság egyre gyakrabban, főként a fiatalok körében előforduló telefonfüggőségről is. Ugye Magyarországon például a Facebookot 7 millióan használják, és ugye itt beszéltünk pont előtte, hogy ebből a 7 millióból az 50%-a ébredés után először a telefonját nézi meg. 30% legalábbis sírni elmegy, és utána nézi meg a telefonját. És ugye volt egy érdekes vizsgálat ez Magyarországon, a 12 és a 34 év közötti korosztály, ugye arra a kérdés, hogy mennyi időt bírnak ki a mobiltelefonja nélkül, 0%-ban válaszolt úgy, hogy 24 óránál többet. És alapvetően ez egy függőség, és például ezért hihetetlen jók ugye azok az applikációk, azok a tükör applikációk, amelyek megmutatják, hogy mennyit használtam aznap a telefonomat. És ebben benne van a beszélgetés, benne van a budin ülve a Candy Crush, benne van a Facebook, benne van a bármi egyéb történet, és ez hihetetlen jó tükröt mutat, hogy azért bizony-bizony, akkor úgy este megnézze az ember, és akkor látja, hogy 4,5 óra. Délután során fellépett az első Sárét Fesztap a 2001 óta működő Hősökre formáció is, mely a fiatalok körében mostanság hatalmas népszerűségnek örvend. A csapat az évek alatt bejárta fellépéseivel az egész országot, minden nagyobb hazai fesztiválon szerepeltek már. Bihar Nagybajonban is felcsendültek az együttes legnagyobb slágerei. Tudna partizán vissza szagjoló hullámokon szaggató csajoknál a parkoló verdában be, nem vagy elpattanó el a szenseg, nyári nyaralás a bacsi parton megy a felkát, pörget fel a napot kell egy banán meg egy kibi este parázol a csajoknál, bár itt a pici iszi csiki, vagy nem, de a hideg a víz 6 centi pábulok a strandok közben lehet akar egy napszentség. Nyári gyerekek a Balaton parton Duna kanyarban a kezdekemet hajtom, nyári gyerek vagyok, kacagok nevetek, maradjatok gyerekek! Nyári gyerekek a Balaton parton, Duna kanyarban a kezdekemet hajtom, előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek, maradjatok gyerekek! Nyári gyerekek a Balaton parton, Duna
csagok nevetelek, amíg csillog a szemetek, maradjatok gyerekek. Yeah. Nyári gyerekek a Balaton parton, Dunakanyarban a keszekemet hajtom. Előfordul, hogy az este kicsit meredek, lássam a kezetek. Maradjatok gyerekek! Az első Sárét Fest sztár vendége a több mint 20 éves múltra visszatekintő Magna Cum Laude zenekar volt. A többszörös fonogramdíjas platina és aranylemezes funkrock együttes koncertjére sokan voltak kíváncsiak. A fellépés során felcsendültek az együttes legnagyobb slágerei. Túljutottam minden hegyen, dajkat számról mintát vegyem, hol elkedved megöregedni, én velem, én velem. Bocsájtottál te is nekem, több százszor hát megkérdezem, hol elkedved megöregedni, én velem, én velem. Másik oldalamra, amikor üzentem, a 2x4-es lépcsőházban, többen is tüzelnek, de nem a katonák, hanem a gyengébbik csapat, kinek kapura jön, mert kapcsolat, és benne voltam, de is a körben, ami ismeretben öben. Köszönjük meg az utolsó pohárból, összehozott minket az utókorona. Nem tudhattuk, mire iszunk előre. Jártatlan kurcs volt és részmélet belőle. Figyelj, mindkét tíz magasba, ülve is kiválóan lehet csinálni. Figyelj, föl, föl, gyere föl, föl. De a végére csak beindultok. Értem, hogy mi kellett hozzá. Sötét. Igaz, mert szégyenlősek vagytok. Így meg el tudjátok engedni magatokat. Nagyon jó lesz, drágáim, kezdek magasba, gyere! Mindkét kéz is fölfigyelj! Egy, két, ha, egy! Elfordultam, és menetrend szerint jött az első döfés. Visszaadtam, hogy legyen rajtad is legalább egy kötés. Ezek vissza kell őrébb minket. Újra írjuk egy kör. Kezdek magasba, gyere! Lehet, hogy eltűnt, gyere segíts! Lehet, hogy valahol elszakad. Van néhány olyan sérülés, amit nem kell megragasztani.